ki kell mondanunk, hogy nem azért ment jól az elmúlt 6-8 évben a vállalkozók, mert annyira okosak, hanem mert egy bőségben voltuk. De ők ezt nem vallották be maguknak, hogy nekik most azért megy jól, mert bőség van. És azt hiszik, hogy az fog menni a válságban. Sajnos nem fog menni. A válság az mindig egy lehetőség. Csődbe mennek az éttermek, de nem mindegyik, mert van, aki csődbe megy, van, aki túlél, és van, aki bővül. Tehát ez a három lépés van, hogy az erősek, azok megerősödve jönnek ki mindig a válságból, a gyengék pedig elgyengülve vagy csődbe jönnek ki a válságból. A válságban, és amíg válság van, napi gondolkodásba kell lenni, és azt kell nézni, hogy ma mennyi pénzt kerestem. És nem lehet tervezni, nem lehet befektetni, nem szabad abba gondolkodni, hogy na majd kiadok egy terméket, ami majd három év, vagy mit tudom, fél év múlva sikeres lesz. Mert nem tudjuk, mi lesz fél év múlva, azt tudjuk, mi lesz holnap. Nagyon megdöbbentő, hogy a magyar ember alapvetően szereti a gazdagokat. Amikor valaki tisztességesen gazdag lesz, akkor igazából azt szereti és tiszteli. Le kell ülni magaddal, és azt kell mondani, hogy akarsz-e gazdag lenni, vagy nem akarsz gazdag lenni. Ha az a döntés, hogy akarsz gazdag lenni, akkor törekedni kell erre, és akkor ezt föl kell vállalni. És ha fölvállod, akkor tudsz gazdagon élni. Ha nem vállalod föl, akkor nem tudsz gazdagon élni, bármennyi pénzed van, hiszen a gazdag életmód az nem egyezik meg az emberek bankszámláján vagy a vagyonával. Hiszen rengeteg nálam sokkal-sokkal gazdagabb embert látok, aki tényleg szegény módjára él, mert nem mert ezt a döntést meghozni. Minden válságot túléltünk, minden válságban voltak nyertesek, tehát a mostani válságban is lesznek nyertesek. Az a kérdés, hogy benne vagy, vagy nem vagy benne. Sziasztok, ez a Teremtsd újra vállalkozásod beszélgetés sorozat következő epizódja, és egy rengeteg aha élményt tartalmazó beszélgetés áll előttünk. Ezt pedig azért tudom szavatolni nektek, mert egy olyan embert hívtam el ez alkalommal, aki több mint 30 éve vállalkozó, 6 válságot élt végig vállalkozói léte során, és rengeteg olyan húsvér tapasztalattal rendelkezik, amiből most törekszem arra, hogy minél többet mi is megkaphassunk. Fogadjátok nagy szeretettel Kulcsár Tibort, a Kulcs Soft NRT alapító tulajdonosát, elnök vezérigazgatóját. Köszönjük, hogy itt vagy velünk. Örülök, hogy itt lehetek. Tibor, ahogy mondtam a felvezetőmben, több mint 30 éve vagy vállalkozó, ugye a honlapon az szerepel, hogy alapítás éve 1989. Így van, pontosan. Azt is hallottam tőled egy előadásodon, hogy 6 válságot éltél végig. Ha mégis visszagondolsz erre a több mint 30 éves időszakra, ugye ez a címe a beszélgetésünknek, Teremtsd újra a vállalkozásod, és bár globálisan is most nagyon aktuális a vállalkozók szempontjából, hogy sokaknak újra kell tervezni, vagy sokunknak újra kell tervezni, kíváncsi vagyok, hogyha te erre 30 évre visszagondolsz, akkor melyik az a pillanat, ami így bevillan, hogy a leginkább arra volt szükség, hogy újra teremtsd önmagad és a vállalkozásod? Nagyon jó a kérdés, ezzel nem gondolkodtam. Ugye a 6 válságból 3-at éltem meg, mint vállalkozó, illetve talán 4-et, 2-t, mint gyerek vagy fiatal. Én azt gondolom, hogy nagyon furcsa lesz, amit mondok, a leginkább ehhez hasonló válság az a 73-as olajválság. Tehát az, hogy valami üzletileg megrogy, vagy megváltozik, arra könnyű fölkészülni, arra föl lehet készülni, föl is kell készülni, de az, hogy valami természeti csapás, nevezzük így, vagy egy természeti pánik, hiszen ugye az olajválság arról szólt 73-ban, hogy örökre, ugye 25, azt mondták, hogy 25 év múlva az utolsó csepp olaj is elfogy, és akkor az emberek azon gondolkodtak, hogy úristen, mi lesz velünk? Tehát azt gondolom, hogy talán ehhez hasonlít legjobban, hogy egy olyan tőlünk független csapás, természeti csapás ér bennünket, amire nem tudjuk, hogy hogyan kell felkészülni. Szoktad mondani, hogy válság az van időnként, visszatérő ciklusokban mindig tapasztaltjuk, és van egy nagyon jó definíciód arra is, amit egy előadásodban felolvastál, hogy mi is a válság. Én most szó szerint nem fogom tudni idézni, de két fontos pont volt benne. Az egyik az az, hogy amikor valami húzóágazat megáll, és a másik, amit ugye te szétszetted szavanként, de én most csak két elemet emelnék ki, ha megengeded, hogy egy hírre, tehát nagyon sokszor nem is tényekre alapszik ez az egész, és ennek kapcsán beszéltél arról is, hogy vannak, akik pánikba esnek, és vannak, akik meg tudják tartani a higgadságukat, és ez fogja nagyrészt befolyásolni, hogy hogyan reagálnak az emberek, a vállalkozók a válságra. A kérdésem az, hogy a jelenlegi helyzetben te hogyan
tudnál segíteni abban, hogy megtartsuk a higgadságunkat. Ugye most már egy éve sajnos megy ez az állapot, és majd arra is szeretnék kitérni egy kicsit később, hogy egy évvel ezelőtt már ezeket mind elmondtad, de ugye most is aktuális, hogy erről beszélgessünk, tehát szívesen veszem, hogyha mondasz néhány gondolatot arról, hogy egyáltalán mi is a válság, most hogy állunk ezen a téren, és hogy mit érdemes tennünk ezzel kapcsolatosan. Igen, hát ugye a válság az, amikor valamilyen húzóágazat, vagy egy húzóágazathoz és ahhoz kapcsolódó iparágak mennek csődbe, és most ugye klasszikusan csődbe ment a turizmus, a szállodaipar, az összes beszállítójával, tehát mondjuk így a szórakoztatóipar, bár ez több ágból áll, hiszen nincsenek koncertek, nincs utazás, nincs szálloda, nincs étterem, az összes ehhez kapcsolódó kiszolgáló, vagy ebből élő cég mind kvázi a padlón van. Hogy mit kell ilyenkor tenni? Én azt szoktam mondani, hogy határozd meg a helyzetedet. Tehát valóban pánikolni az a legrosszabb dolog. Amit kell tenned, hogy meghatározod a helyzetedet, hogy te hol állsz a válságban. Hiszen minden válságnak vannak nyertesei és vannak vesztesei. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a média, és ugye nem tények, hanem hírek vannak, a média soha nem beszél a nyertesekről. Uh-huh. Ugye ez egy nagyon klasszikus eset, mikor zuhan a tőzsde, akkor azt mondják, hogy zuhan a tőzsde. Mindenki elad. Tehát ez nem igaz, hiszen olyan nincs, hogy mindenki elad, hiszen egy eladásra egy vétel tartozik. Tehát, de hírek nem azt mondják egy tőzsdekraknál, hogy ennyi és ennyi vétel történt, hanem azt mondják, hogy ennyi és ennyi eladás történt. Tehát kvázi az emberek agyát, hogy mondjam, módosítják, nem tudom milyen szavakat kell ilyenkor mondani, de igazából becsapják az embereket. Minden válságnál, hogyha egy tőzsdeválságnak azt mondanák, hogy ma a tőzsdén ennyi és ennyi vétel történt, az emberek nem esnének pánikban, azt mondják, hogy hoppá, hogyha ennyi ember vett a tőzsdén, főleg olcsón, akkor én is veszek a tőzsdén olcsón. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy ne a hírekre, ne a pánikkeltésre hallgassunk, hanem objektíven mérjük fel a helyzetünket, hogy hol állunk mi a válságban. Ja, azt mondtad, hogy minden válságnak vannak vesztesei és nyertesei is. Itt a jelenlegi időszakban fontos az is, amit mondtál, hogy a saját helyzetünket mérjük fel, és utaltam arra, hogy egy előadásodat néztem meg, egyébként sokat, amíg készültem a mostani találkozásunkra, és abban rengeteg gyomrost kaptam tőled, és még mielőtt elindult a felvétel, én azt mondtam, hogy ha ezt én annak idején láttam volna magyarul egy évvel ezelőtt, hiszen ez 2020 áprilisban készítetted, márciusban indult ez a lejtmenet, és egy hónappal utána már ennyi hasznos információt átadtál, és sajnos elkerült a figyelmemet, és most nagyjából egy évvel később, amikor meghallgattam, akkor csak csapdostam a homlokom, és azt mondtam, hogy mennyi mindent másképpen kellett volna tennem. Az egyik ilyen kimagasló példa, ami így nagyon betalált nálam, ez úgynevezett csődmérce, amiről sokat beszéltél. Ha szabad ezt most szóba hoznunk, akkor úgyhogy én csak annyit tennék hozzá, hogy három kategória maradt meg bennem, és köszönöm, ha kiegészíted vagy helyre teszed. Ugye az volt, hogyha a 0-tól 100-ig mércére teszed magad, és hogyha 0 és 30 között érzed, értékeled objektíven a vállalkozásod helyzetét, akkor inkább ne is folytasd, hanem nézd meg azt, hogy hogyan tudsz megújulni. Következő szint, ahogy emlékszem, az volt, hogy ha van egy pár havi tartalékod, akkor valahogy húzd ki, nézd meg, hogy tudsz átcsoportosítani dolgokat, és hogyha pedig úgy mentél bele ebbe a válságba, hogy van pénzed, akkor pedig vásárolj fel. Nekem a legkeményebb az volt, amit az első kategóriában mondtál, hogy 0 és 30 százalék között inkább add fel, és emlékszem, hogy egy olyan mondat is elhagyta a szádat, hogy amikor az egója a vállalkozónak nagyobb, mint az optimális helyzetértékelése, akkor ezt a döntést nem tudja meghozni. Én szeretném, hogyha foglalkoznánk ezzel a témával, mert ez nagyon húsba vágó. Én azért is köszönöm, hogy itt vagy, Tibor, mert nagyon, nagyon szókimondóan fogalmaztál azokban az interjúkban is, amiket ezt megelőzően láttam veled. Tehát köszönöm, ha most is hasonlóan reagálsz erre a felvetésemre, hogy ezt most egy év távlatából hogyan látod. Igen, azt gondolom ugyanúgy, és ugyanígy láttuk a 2008-as válságban és az összes többi előző válságban. Tehát amikor válság van, és itt nagyon fontos dolog még egyszer ugye a hírről is beszélni, hogy a válság az nem, általában nem tényeken alapszik, hanem híreken alapszik. És még egy nagyon fontos dolog van, az is nagyon fontos, hogy a hírt hányan hiszik el. Tehát hír kell, és az kell, hogy ezt a hírt elhiggyék. Mondok egy érdekes válságot, amit nem veszünk válságnak, ugye ez a 2012-es világvége válság. Jött a hír, hogy 2012-ben világvége lesz.
És azért nem lett belőle a válság, mert az emberek nem hitték el. Tehát, hogyha az emberek elhitték volna, ugyanilyen pánik lett volna, mint most a koronavírus miatt. Tehát a tényeket, egy világ, ha belegondolunk, a világnak a tényeit senki nem tudja. Tehát bárki bármilyen statisztikát hoz, az vagy igaz, vagy nem igaz. Itt az a kérdés, hogy azt a hírt hányan hiszik el, és hogyha sokan elhiszik, akkor abból válság van. Ha nem hiszik el, akkor nem lesz válság, és a 2012-t azt simán átvittük. No, de tehát nagyon fontos, hogy elhiggyék az emberek a hírt. Mi ez a tőzsde, a válságmérce? Amikor bejön a válság, és tényleg itt van, mert az emberek elhitték, akkor meg kell nézni, hogy a te vállalkozásod az valóban 0 és 100 között hol tart a válság pozíciójában. Tehát mivel foglalkozol, és azt a területet a válság mennyire érinti. Ugye a nulla az, amikor bezárnak. Tehát egy étterem az nullás, főleg, ha nem tud mondjuk házhoz szállítani. Tehát amikor bezárnak és kvázi megtiltják, hogy te vállalkozz, kvázi az a nulla. Nyilván, hogyha egy étterem beszálltél van, akkor közel vagy a nullához. És igazából így, hogyha te neked mondjuk gyors étkeztetésed van, akkor másképp áll a dolog, hogyha belföldi szállodád van, egész másképp áll a dolog, mint a külföldi utakat szervezel. És ugye van a végén, aki mondjuk akár az informatika, vagy mondjuk a gyógyszeripar, azok pedig a 100-hoz állnak közel. Igen. Tehát nagyon-nagyon fontos objektíven fölmérni, hogy téged hogy érint ez a válság. És valóban, hogyha 0 és 30 között van, akkor abba kell hagyni, mert bele fogsz rokkanni. Ha pedig te szerencsés vagy, és ez tényleg szerencse, és nem tudás, vagy semmi, ez szerencse, hogy kit érint, kit nem érint a válság. Tehát látjuk, hogy a éttermeket érinti, a cigarettát nem érinti. Hát ez pont szerencse, vagy nevezzük szerencsének. Azért nagyon fontos bezárni a válságot, a céget, ha 0 és 30 vagy 0 és 40 között vagy, mert az élet megy tovább. Hogy 5 év múlva, 10 év múlva, 20 év múlva, nem tudjuk, ugye, hogyha elhisszük a József történetet, hogy 7 év válság után 7 év bőség van, és hogy ezt visszavetítjük, az egész jól ki is adja, ugye akár a 2008-as utána volt 7 év, most megint jön 7 év. Tehát egyszerűbb bezárni és fölkészülni a nyitásra, mint az utolsó fillérig elkölteni a pénzedet. Tehát ez nagyon-nagyon fontos dolog, hogy objektíven mért föl, és nem az, hogy mit szeretnél, hogy mit gondolsz, vagy ki mit mond, hanem objektíven mért föl, hogy a te üzletedet érinteni fogja a válság, vagy nem. És ha, ugye miért tudtam én áprilisban ezt, hogy ez nem 5 perc lesz? 2 hetes válság nincs. Tehát akkor az nem lenne válság. Tehát nagyon fontos, hogy amikor egy válság elindul, akkor senki ne gondolja azt, hogy ez pár hónap alatt megszűnik. Olyan nincs. Mert pár hónap alatt mondjuk egy szárazság el tud múlni, de amikor egy vírus jön egy világra, akkor az biztos, hogy nem pár hónap. Tehát az is nagyon fontos, hogy tényleg a híreket zárjuk ki. Tehát én azt tudom mondani, aki túl akar élni, az zárja ki a híreket, mert a hírek vagy túl szomorú képet, vagy túl negatív képet, vagy túl pozitív képet adnak. Nyilván nekik ez az érdekük. Ha megengeded, igen, akkor Denzel Washington szavait hadd idézzem ide, ő azt mondta, hogy aki nem nézi a híreket, az információ nélkül lesz, aki nézi, az meg félreinformálva lesz. Tehát, hogy valójában, ha jól értem, te is erről beszélsz, hogy legyünk nagyon óvatosak, hogy mit engedünk be így a mindennapokban. Abszolút. Mert erősen befolyásolja a tudatunkat. És meg kell érteni az újságokat is, tehát hogyha az újság az a kattintásból él, meg az olvasottságból él, tehát nyilván ő minden olyan hírt ki fog rakni, amiből neki pénze van. Tehát az újság is egy üzleti vállalkozás, és az új üzleti vállalkozásának az kell, hogy valami jó szaftos hírt rakjon, mert így jön a hirdető, akkor ő nem fogja azt mondani, na objektív híreket teszek ki az újságon, vagy segítsem a vállalkozókat, hogy ezt senki nem gondolja. Tehát ő neki az az érdeke, hogy vagy rendkívül negatív, vagy rendkívül pozitív híreket adjon ki, és ugye ez derül ki, hogy vagy még évekig tart a válság, de lehet, hogy már jövő héten föloldják a karantént, mind a kettő hamis. Tehát nagyon fontos, hogy hírek befolyásolás nélkül határozzuk meg a cégünket, és inkább zárjuk be a céget, és azt a pénzt, ami van tartalék, azt tegyük félre,
mint hogy kvázi az utolsó fillérig fölégessük magunkat. Az nagyon tetszett, amikor mondtad, hogy azért ne ringassuk magunkat abban az álomban, hogyha véget ér az időszak, akkor a vevőinknek az első dolga, hogy sorakoznak nálunk. Tehát, hogy erre még rá kell számolnunk az optimizmus mellett egy jó kis időszakot arra, amíg a regeneráció megtörténik, hogyha egyáltalán felszabadítják ezt a karanténos időszakot. Így van. Ugye két dolgot kell erre föl, és akkor egy kicsit még belemegyek ebbe. Kérlek. Ugye, tehát meghatározod a helyedet, de ezt a helyedet két dologgal lehet módosítani. Ugye az egyik a tőkéd. Föl kell mérned, hogy hány hónapra való tartalékod van. És ugye mondtam egy érdekes példát, tehát hogyha valakinek van egy kávézó, amit bezárnak, az nullás. De hogyha neki mondjuk bármilyen eladásból mondjuk van 5 évnyi tartalékja, akkor neki érdemes a nullás céget fenntartani, mert a nyitásnál ott lesz. Ha pedig nincs tartalékod, akkor viszont tényleg be kell zárni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a helyedet módosítja a meglévő tartalékod. Illetve még egy dolog módosítja a hírneved. Tehát ha lesz nyitás, akkor az embereknek ugye addigra elfogy a pénze, tehát nagy valószínűséggel megbízható helyről fognak vásárolni. Tehát, hogyha van egy cég, egy étterem, egy nullás helyen lévő étterem, egy nagyon jó nevű étterem, meg egy no-name étterem, és van mind a kettőnek elég tartalékja, akkor még mindig benne van az, hogy amikor nyitnak az éttermek, az emberek a jó nevű étterembe, a jó nevű szállodába, a jó nevű koncertre, a jó nevű jó névbe fognak menni. Oda fognak visszatérni. Igen, mert a biztonságot fogják keresni, elfogy a pénzük, kevesebb pénzük lesz utazásra, étteremre, autóvásárlásra, és nyilván ilyenkor az emberek a biztosra mennek. A megbízhatót keresik. Így van. Így van. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy nézd meg magad, hogy hol tartasz a válságban, nézd meg, mennyi tartalékod van, nézd meg, hogy milyen a neved, és ennek alapján döntsd el, hogy túlélésre játszol, vagy hogy beadod a törülközőt. És még egy nagyon fontos dolog van, ugye, amiről említetted egy mondatban, hogy a válság az mindig egy lehetőség. Csődbe mennek az éttermek, de nem mindegyik, mert van, aki csődbe megy, van, aki túlél, és van, aki bővül. Tehát ez a három lépés van, és igen, lesznek rengetegen, akiknek bármi oknál fogva, vagy azért, mert az elmúlt 5-10 évben nagyon jól dolgoztak, fölvásárolják az éttermeket, de fölvásárolják a szállodákat, fölvásárolják a cégeket. Tehát ez is benne van a pakliba, hogy az erősek, azok megerősödve jönnek ki mindig a válságból, a gyengék pedig elgyengülve vagy csődbe jönnek ki a válságból. Tehát ez is egy nagyon izgalmas dolog, hogy azt is nézd meg, hogy a túlélésen kívül van-e még felvásárlásra való keretet is. Tehát nagyon-nagyon objektíven kell mérni a helyet, és ami nagyon fontos, és talán ez az alapgondolat, hogy a válságban egész másképp kell gondolkodni, mint a bőségben. És ugye ez a beszélgetés is arról szól, meg minden erről szól, hogy az emberek ma ugyanúgy gondolkodnak, mint a bőségben. Tehát ugyanazzal a logikával állnak az üzlethez, de ez egy ettől kezdve egy teljesen más játék. Talán mint a sakk, hogy van a feketével is játszasz, fehérrel is játszasz, és nyilván egyértelműen, hogy a feketével egész más logikával kell játszani, mint a fehérrel. És a vállalkozónak is a bőségben, a bőség gondolkodásmódja szerint kell gondolkodni, a válságban a válság gondolkodásmódja szerint kell gondolkodni. A probléma az, hogy a mai vállalkozók nagy része, ez a 20 éves vállalkozó, még soha nem látott válságot. Hiszen jellemzően, ha belegondoltok, 2010 környékén kezdett mindenki. Ugye, aki most 30-as, az mondjuk már elkezdett 10 éve vállalkozni, és ők soha nem láttak még válságot. Tehát ők azt hitték, hogy mindig minden jól megy. Ugye szoktam mondani, ez megint akkor egy ilyen fájó pont lesz, hogy amikor válság van, akkor a piac miatt megy rosszul az üzlet. Amikor bőség van, akkor én vagyok a szupersztár. És igen, ki kell mondanunk, hogy nem azért ment jól az elmúlt 6-8 évben a vállalkozók, mert annyira okosak, hanem mert egy bőségben voltok. De ők ezt nem vallották be maguknak, hogy nekik most azért megy jól, mert bőség van. És azt hiszik, hogy az fog menni a válságban. Sajnos nem fog menni.
Ez, amikor arról beszéltél, a vállalkozóknak az egója, hogy milyen sokszor félreviszi ezt az egész folyamatot. Igen. És azt akartam csak mondani, nekem is volt egy ilyen személyes tapasztalatom, amikor nemrég rendeltem ebédet, és egy olyan fiatal ember hozta ki az ételt, akinek egyébként étterme van, de most azt a döntést hozta meg, amire te utaltál, hogy ezt most el kell tudnia engedni, és közben fent kell, hogy tartsa a családját, és meg kell, hogy éljen valamiből. És ugye félig viccesen van ez a tőzsdei mondás, hogy nem baj, hogy veszítünk egy részvényen, majd behozzuk a mennyiségen, de hogyha most nem változtatunk sokan, akkor még rosszabb lesz. Nekem Brian Tracy tanította ezt a zéró alapú gondolkodást, ami az előadásaidban így áthallatszott nekem azáltal, hogy te a magyar példáját hoztad ennek, amit ő amerikai piacról hozott, és én nagyon örülök, hogy van itt ilyen húsvér vállalkozó, aki már több válságot látott, és ezt mind úgy vészelted át, hogy ma már a tőzsdén jegyzik a cégedet, mint sikeres részvénytársaságot. Tehát szerintem ez nagyon hitelessé teszi az egészet, hogy nem 20 évesként mondod ezt tapasztalat nélkül, hanem amiket mondasz, azok így működnek. Ezt az zéró alapút, ha megengeded, akkor csak azért hoznám ide, mert nekem nagyon sokat adott, hogy amikor, és kapcsolódik szerintem tipikusan ehhez a felvetésedhez, hogy be kell látnunk azt, hogy objektíven most mi a helyzet. A zéró alapú gondolkodás, ez a Brian tanítása szerint arról szól, hogy a jellegi tudásod, a jellegi helyzet alapján meghoznád azt a döntést, amit annak előtte magyarul, vendéleme fel most is hitelt, felvennéd-e most is ezt az alkalmazottat, megkötnéd ezt a szerződést, piacra dobnád ezt a terméket, és ha válaszod most azt, hogy nem, akkor bizony ezt el kell tudni engedni, és nem rátolni még. A következő kérdésem az pont ehhez kapcsolódna, hogy amikor az ember realizálja azt, hogy válság van, objektíven szembe mer ezzel nézni, és azt mondja, hogy viszi tovább a cégét, és vannak alkalmazottai. Akkor beszéltél erről egy előadásodban, hogy ott akkor meg kell nézni, átvilágítani részletesen a kiadásokat a cégednél, és megnézni azt, hogy melyik munkatársadra van ténylegesen szükség. Ugye itt nagyon sokszor érzelmi döntés van mögötte, hogy jó, hát őt nem küldhetem el, mert ez és ez van. Te itt azt mondtad, és ez nagyon objektív volt, hogy meg kell nézni, hogy nem a fizetéshez mérni a pozíciókat, hanem sikerdíjban nézni, hogy mennyit termel. Ugye erről egy kicsit beszélni, mert neked is nagyon sok alkalmazottad van, hogy ezt hogyan érdemes most így a válság idején megfogadnunk. Igen, ez a következő lépés, tehát amikor azt gondoljuk, hogy mondjuk a 0 és 30 fölött vagyunk, tehát ilyen 50, 60, 70, 80-ban vagyunk, akkor a céget működtetni kell. És ekkor vissza kell menni a napi gondolkozásra. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ugye ugyanezt mondom, hogy abszolút szembeáll azzal, amit egy évvel mondtam. Tehát most valaki azt mondja, Tibor, nem ezt tanítottad másfél éve. Igen, másfél éve én egész más tanítottam. Érdemes megnézni a másfél évvel ezelőtti videókat. Tehát akkor arra az vonatkozott, most ez vonatkozik, hogy ma a válságban, és amíg válság van, napi gondolkodásba kell lenni, és azt kell nézni, hogy ma mennyi pénzt kerestem. Uh-huh. És nem lehet tervezni, nem lehet befektetni, nem szabad abba gondolkodni, hogy na majd kiadok egy terméket, ami majd három év, vagy mit tudom, fél év múlva sikeres lesz. Mert nem tudjuk, mi lesz fél év múlva, azt tudjuk, mi lesz holnap. Lehet, hogy holnap bezárják az utcákat, bármi lehet. Tehát a talpon maradt vállalkozónak napi gondolkodásba kell lenni, mint a pókeres, ki kell venni a pénzt. Tehát dolgozunk, és este ki kell venni a pénzt. És semmi olyat nem szabad végezni, amiből estére nem lesz pénz, sem olyan fejlesztést nem szabad végezni, amiből este nem lesz pénz, hanem dolgozni kell, tevékenykedni kell, és napi nyereséget kell elérni, mert nem tudjuk, mi lesz holnap, nem tudjuk, mi lesz holnap után, és mindig egy napra előre kell tervezni. Ez egy nagyon-nagyon fontos gondolkodásmód, teljesen szembeáll a bőségben lévő vállalkozó gondolkodásmódjával. És visszatérve a másik részen, az alkalmazottak. Az a mondás, hogy az alkalmazottakat jutalékos rendszerbe kell alkalmazni. Mindenkit. Tehát csak az szabad megtartani, aki tud nyerességet termelni, és minden dolgozóval jutalékos rendszerbe kell elszámolni. Ugyanis ebbe az időszakban a legveszélyesebb dolog az, amikor jó piacon vagy, de nem a piaci lehetőségeket fölözöd le, hanem olyan embereket tartasz, akik valamit terveznek, valamit építenek, valami hosszú távú dolgot csinálnak. Tehát, és meg kell érteni az emberekkel, hogy most nem ennek van itt az ideje, ma dolgozni kell, pénzt kell termelni, ezt a pénzt ki kell venni, és hogy ezt éreztessük a dolgozókkal, a dolgozókat is jutalékos rendszerbe kell alkalmazni. Tehát
minden dolgozónak az el kell magyarázni, hogy más világ van, dolgozunk, pénzt termelünk, és így tudunk túlélni. Nyilván van egy harmadik kategória, ami mondjuk a 80-90 százas válság mércén van. Tehát például nyilván egy netpincér vagy egy házhozszállító cég, annak padlógázzal kell menni. Tehát, hogy lássuk ezt a három részt. Egy, ha 0-30 között inkább menj csődbe, az nem baj. 30 és 70-80 között napi gondolkodásmód, napi nyereség, túlélés, akár erősödés is, de napi munkával erősödés, és akinek szerencsés és a tetején van a 80-90-100%, annak pedig padlógáz és piac felvásárlás. Tehát az az ételem lánc, akinek megy bármioknál fogva, annak most kell felvásárolni a konkurenciát. Ugye belegondoltok, 2 éve senkit nem lehetett felvásárolni, hát mindenki 10-20 milliárdot tartotta a cégét. Hát ő nem adja el, na most minden cég eladó. Uh-huh. Tehát ez a három stratégia van, és ez is nagyon fontos, hogy egy legyen stratégiát, kettő tényleg objektíven tedd magad a megfelelő helyre, mert nagyon nagy baj, amikor valaki 0-30 közötti pozícióban cégfelvásárlásba gondolkodik. Másképp látja magát, másképp maga helyzetét. Tehát nagyon pontosan a helyünkre kell tenni, ez valóban az egónkat, ezt helyre teszi, mert eddig mindenki szupersztár volt, most helyre kell tenni, hogy tényleg objektíven mérd föl, hogy hol vagy, és annak a helynek, ha a jó stratégiát viszed, akkor sikeresen fogsz kijönni a válságból. Hiszen ha belegondoltok, ugye válság, én 6-ot láttam, de hát volt már 100 a világban, és mindig, minden válságot túléltünk, minden válságban voltak nyertesek, tehát a mostani válságban is lesznek nyertesek. Az a kérdés, hogy benne vagy, vagy nem vagy benne. Ez a kérdés. A három kategóriából azt gondolom, hogy mégis a legkeményebb, nem csak ego szempontjából, hanem azért is, mert az ember belerakott 10 évet mondjuk a vállalkozásába, és olyan lett, mint a gyermeke. És akkor ezt így engedj el, ugye mondtad azt, hogy ha az a helyzet, akkor objektíven meg kell nézni, és bizony el kell tudni engedni, és csődbe menni, és ezt valóban ilyenkor így nehéz megélni. És az a kérdésem még, hogyha valaki ezzel szembesül, akkor hogyan tudjon tovább nyergelni, mondjuk akár megújulni egy másik piacon, egy más termékkel, egy más szolgáltatással, fennmaradni, vagy újra születni, újján születni. Tehát mi az, amit te most így egy ilyen válságészjárással, ha valaki ezt objektíven látja, hogy ezt el kell engednem, akkor hogyan tovább? Én azt gondolom, hogy az elengedés az ugyanolyan normálisnak kell lenni, mint hogy reggel fölkelünk. Uh-huh. Tehát nagyon nagy baj, amikor valakit ez érzelmileg jelent, nyilván érzelmileg minden felkelés is érzelmileg érint, főleg, hogy mondjuk esik az eső, de nem szabad, hogy ez jelentősebb legyen, mint bármi más. Tehát, hogyha én napszínűbe szeretnék ma kimenni, de esik az eső, akkor ez nem esik jól, vagy még golfozni szeretnék, de esik az eső, akkor ez nem esik jól, tehát el kell engedni. Tehát nincs az, hogy azért is megyek. És az, hogy valaki jó vagy rossz vállalkozó, ez ezen múlik, hogy ő a vállalkozásához milyen szemlélettel áll is hozzá. Hogy ez neki egy ego megvalósító valami, és igazából csak az a lényeg, hogy mekkora az egóm, vagy ő ezt tényleg egy ilyen pénztermelő vállalkozásnak tervezte, és ő hajlandó módosítani. De hát ugye, aki nem tud elengedni, ugye én sokszor tanítom, és a bőségben is van, hogy az egy terméket a bőségben is el kell engedni. Hát nekem több 10 olyan termékem van, amire azt mondtam, hogy kitaláltam, megcsináltuk, befektettük a pénzt, meg kidobtuk a kukába. Ha nem megy, ki kell dobni a kukába. Ez igaz egy termékre, igaz egy ötletre, és igaz egy cégre. Hiszen mi emberek vagyunk, és a vállalkozás az nem fölöttünk van, hanem a vállalkozás csak egy eszköz, hogy mi megvalósítsuk magunkat. És hogyha ez a vállalkozás nem segíti a saját életünket, akkor el kell engedni. Ahogy el kell engedni egy barátságot, és tudom, van, aki egy barátot, vagy egy rossz barátot se tud elengedni, vagy el kell engedni egy lakást, el kell engedni egy autót, tehát mindent el kell tudni engedni, és nem baj, hogyha az emberek megtanulnak elengedni, mert picit a bőségben úgy volt, hogy mindenkinek minden jár. Tehát ha belegondolsz, hogy valaki 20 éves korában nem kapott egy BMW-t, akkor ő már ment az ENSZ-hez, hogy őt emberi jogait sérelem érte, így volt. Tehát, hogy mindenkinek jár lakás, BMW, vállalkozás, adókedv, mindenkinek minden jár, és tudomásul kell venni, az élet nem ilyen, el kell engedni dolgokat, és ez egy jó dolog, hogy elengedjünk akár egy vállalkozást is. De ha belegondoltok, vagy belegondolsz,
minden elengedés, ugye minden kudarc egy még nagyobb siker lépcsőfoka. Tehát azokra vegyünk példát, például Ray Kroc, aki ugye elengedte azt a Turmix bizniszt és csinált egy McDonald's-et, és egy csomó ilyet tudunk, aki valamit elengedett, akár a Jobs-ot elengedte az Apple-t, csinált egy új Apple-t. Tehát ha elengedünk valamit, akkor lehetőségünk és pénzünk van, hiszen nem öltük bele az utolsó fillérünket, akkor lehetőségünk és pénzünk van még jobbat csinálni. És az élet úgy is változik, tehát mindenkinek változni kell, és hogyha elengedjük, akkor meg kell nézni, hogy a válság mércén mi van a százason, és oda kell menni. És akkor van pénzem, nem mentem tönkre, nem égettem föl mindent magad mögött, ezt bezárom, és elmegyek arra a területre, ahol el tudok érni. Én mindig a neandervölgyi ember szoktam mondani, hogyha amikor jött a jégkorszak, akkor mit csinált a neandervölgyi ember? Ugye kétfajta ember volt, nem tudjuk pontosan őket. Ugye volt, aki azt mondta, hogy már pedig ide születtem, én itt maradok. És volt, aki azt mondta, hogy megyünk délre, mert jön a jégkorszak. Erről szól. Igazából erről szól az életünk, csak ezt 10 évig senki nem merte kimondani. Aki meg kimondta, azt meg kinevették, hogy nem úgy van. Most úgy, így van. Én arányaiban azért ennél a résznél töltöm a legtöbb időnket, hogy aki a 0-30% között realizálja magát, mert és elnézést azért, hogyha többször amerikai példát hozok, mert én ezen cseperedtem, tekintettel arra, hogy Magyarországon viszonylag keveset lehetett ezt megelőzően tanulni a válságról, a vállalkozásról, hogy hogyan lehet jól csinálni, és az amerikai példa az arról szól, ami engem egyébként egy kicsit helyre rakott, hogy azok, akik révbe értek vállalkozók, azok átlagosan 3,6-szer mentek csődbe azt megelőzően. És amiről te beszélsz, ez nekem most magyar példával megerősíti azt, vagy magyar vállalkozótól, hogy igenis ez így rendben van. Én is azt éltem meg, amikor először megérintett ennek a szele, hogyha csődbe megy a vállalkozásom, akkor valójában én vagyok egy csődtömeg. És ez, amiről most te beszéltél, az annyira jó, hogy ezt így külön választod ettől, hogy van a vállalkozás, és vagyok én, és hogyha a vállalkozás már nem szolgál, és éppen meg kell újulni, akkor ezt tudni kell megélni. Igen, ez nagyon fontos lenne megérteni az emberekkel. És itt én még egy dolgot belevennék ebbe a dologba. Ugye amikor mi elkezdtük 30 éve, akkor mi azért vállalkoztunk, hogy pénzt keressünk. És mindig az hogy én a Kultsoft ezzel foglalkozik, az teljesen véletlen, mert megnéztem a piacon, hogy miért fizetnek. És a könyvelőprogramért, meg a számlázóprogramért meg fizettek az ügyfelek, akkor azt mondom, ezt kell gyártani. De én nekem nincs érzelmi kötődésem a számlázó vagy a könyvelőprogramhoz, tehát hogyha azok az ügyfelek mondjuk, mint rajzprogramért fizettek volna, akkor a Kultsoft a rajzprogramokat árult volna. És valóban bejött ebbe a nagy bőségbe, mikor már nem számított a pénz, ez a hogyan tegyük jobban az emberek életét. Azért vállalkozom, hogy biztos ismered ezt a gondolkodásmódot, és már mindenki azon volt, hogy hát a pénz nem számít, az jön magától, de én most azon vagyok, hogy jobbá tegyem az emberek életét, hogy valami olyat adjak a világnak, ami még nem volt, és a többi, és a többi. De nem erről szól a vállalkozás, és azok vannak most érzelmileg problémában, akik nem pénzért vállalkoztak, hanem azért, hogy jobbá tegyék az emberek világát. Tehát kiadott valami, mit tudom én, zöld főzeléket, mert ez jó az emberiségnek, és most nincs igény zöld főzelékre. És ezt nagyon nehéz kezelni, ha egy pénzmotivált vállalkozó azt mondja, nincs zöld főzelékre igény, akkor csinálunk sárga főzeléket. Nem gond. Ezt bezárjuk, nyitunk egy újat. Vagy rántott húst gyártunk. Oké, értitek? Vagy érted? Aki ilyen világmegváltó vállalkozó volt, annak valóban nagyon nehéz, hogy ő rátette az életet, hogy jobbá tesz a világot, és a világ így egy csettintéssel azt mondta, hogy be vagy zárva, nem kell a terméket. Ez sokkal nehezebb kezelni, és én megértem, hogy ezt nehezebb kezelni. Ezért mindig azt tanítom, hogy a vállalkozás az egy pénztermelő gép. Úgy üzemeltes, hogy az termelje neked a nyereséget, mert abból kell élned. És ha változtatni kell, akkor ne érzelemből változtass, hanem a számok alapján változtass. És picit az embereknek le kell jönni a földre, hogy ők jó szívvel azt mondták, hogy jobbá teszik a világot, vagy jobbat adnak az embereknek, és igen, a világ az olyan tud lenni, hogy egy csettintéssel bezáratnak, vagy kvázi ellehetetlenítenek
ilyen cégeket, és ezt nagyon nehéz feldolgozni, most akkor nem kellek a világnak, vagy mi is ez az egész történet. Sokkal könnyebb azt mondani, hogy ha ezzel nem keresek pénzt, akkor azon fogok. Nem tudom, érthető. Abszolút. Ez egy elég kemény történet, de hát ezeknek a fiataloknak ezt egyszer, most akkor megértették, hogy erről szól a vállalkozás, és erről szól a válság. Ugye három részre osztottad, volt a 0-30% között, volt a középmezőny és aki felvásárol. Igen. A végére hagynám a középmezőnyt, mert azt szeretném, hogyha majd a beszélgetést úgy zárnánk, hogy néhány praktikus tanácsot adsz útravalóul, de most a felső kategóriát hadd hozzam szóba, ugyanis mondtad azt is, hogy ma Magyarországon ciki gazdagnak meg sikeresnek lenni, ugye itt ez sokaknak ilyen kiüti a biztosítékot, és te büszkén vállalod azt, hogy adózott jövedelmedből milyen szépen élsz, és én nekem nagyon szívet melengető volt megtapasztalni azt egy húsvér embertől. Sokszor hangsúlyozom, hogy húsvér nem a címlapról, nem az amerikai iskolákból jöttél, hanem Magyarországon vagy vállalkozó, és én ezért nagyon hálás vagyok ezért a hiteles példáért. Amikor megkerestelek ezen beszélgetés kapcsán, és azt mondtad, hogy te már alapvetően nyugdíjas vagy, ezt mondod egy válság közepén, és így viszonylag könnyen meg tudtuk szervezni ezt a beszélgetést, mert egy programod lett volna, hogy éppen golfozni mész. Most direkt mondom el ezeket a konkrétumokat, hiszen te ezt hál' Istennek büszkén vállalod, és emellett a Ferrari klubnak vagy az elnöke, ahova csak úgy léphet be valaki Ferrarival, hogy igazoltan adózott jövedelméből vett, tehát ez a transzparencia is nagyon szép, és nagyon tetszik, és nagyon szeretem, amikor beszélsz a sikereidről, és megosztod ezt azért, hogy lássunk olyat is, hogy igenis ezt tisztességesen, korrekt módon, értéket teremtve el lehet érni. Úgyhogy megköszönöm, hogyha egy kicsit beszélsz erről a témáról, ami ilyen tabu, meg ilyen próbáljuk a szőnyeg alá seperni, hogy igenis lehet értékadóan is sikereket elérni itt Magyarországon is. Igen. Én nem gondolom, hogy ezt a szőnyeg alá söpörnénk. Mindenkinek kell hozni egy döntést, hogy akar gazdag lenni, vagy nem akar gazdag lenni, és ez a történet. Tehát én azt látom, ezt egy kicsit túl bonyolítják ezt a dolgot. Nem tudom, mi erre a jó válasz. Én azt gondolom, hogy őszintén le kell ülni magaddal, és az az önbeszélgetés, ez nagyon-nagyon fontos lenne, és az őszinte önbeszélgetés. Tehát le kell ülni magaddal, és azt kell mondani, hogy akarsz-e gazdag lenni, vagy nem akarsz gazdag lenni. Ha az a döntés, hogy akarsz gazdag lenni, akkor törekedni kell erre, és akkor ezt föl kell vállalni. És ha fölvállalod, akkor tudsz gazdagon élni. Ha nem vállalod föl, akkor nem tudsz gazdagon élni, bármennyi pénzed van, hiszen a gazdag életmód az nem egyezik meg az emberek bankszámláján vagy a vagyonával, hiszen rengeteg nálam sokkal-sokkal gazdagabb embert látok, aki tényleg szegény módjára él, mert nem mert ezt a döntést meghozni. Hogy mi ennek az oka, hogy Magyarországon hányan merik fölvállalni, és hányan nem merik fölvállalni, ezt őszintén vagyok, nem tudom. Nem is nagyon akarok ezzel foglalkozni, mert azt látom, hogy ebből csak sértődés van. Azt gondolom, hogy a példa elég, akinek ez a példa elég, az ugyanúgy gazdagan fog élni, akinek meg nem elég, az meg úgyis csak támadni fog. De hát ugye az, hogy van Ferrari klub, ez azt mutatja, hogy nem csak én gondolkodok így. És van egy nagyon jó példám ugye az operára, hogy ha te utálod az operát, akkor soha nem lesz az operába bérleted. Igaz? Hiszen aki utálja az operát, annak biztos, hogy nincs operába bérlete. Ha te szereted az operát, lesz bérleted. Tehát, hogyha te szeretsz gazdag lenni, akkor lesz Ferrarid, lesz valós jövedelmed, mert igazából az, hogy van-e valós adózott jövedelmünk vagy nem, ez csak egy döntés kérdése. Ennyi pénzt lehet keresni, hiszen egy Ferrari belegondolsz annyi, mint egy kisebb apartman. Tehát nagyon a döntés a fontos, és hogyha te azt döntöd el, hogy gazdag leszel, akkor tudsz gazdagon élni, és ezzel példát mutatsz. Nem tudom, hogy ez így érthető, nem érthető, mert ez egy elég kényes téma, de én ezt nem szoktam túl bonyolítani, tehát én nem én vagyok a Teréz anya, aki példát, tehát nem ez a szempont, én magam akarom jól érezni magamat, és aki követ, követ, aki nem követ, nem követ, de nincs bennem egy ilyen ember megváltó, világ megváltó szemlélet, hogy hogyan segítsek az embereknek. Tehát őszintén meg kell mondani, ez, tehát ebben nincs nagy tudatosság, én magam akarom jól érezni magam, és igazából felrárizni
azért kell adózott jövedelemből venni a Ferrarit, hogy ne rettegjél minden rendőrtől, meg ne kelljen tetővel menned a belvárosba, tehát lemerem húzni a tetőt, láthatnak, a rendszámra ráírom, hogy Kulcsov. Tehát megette a fene a Ferrarit, hogyha dugdosnod kell. Én arra is emlékszem, illetve hallottam tőled, hogy te teherautón dolgoztál, üdítőitalokat szállítottál, tehát ezért hosszú utat jártál be, és ez szerintem nagyon becsülendő. Én azért hoztam szóba ezt a tényleg ezt a tabu témát, hogy erről egy kicsit azért mégis nyíltan beszéljünk, hogy mennyire tényleg lehetséges, és én abszolút azt látom, hogy ha valaki követni akar egy példát, akkor ez tökéletes lehet számára. Ahogyan te fogalmaztál, hogyha nem, akkor meg úgy is megtalálja rajta, amit tud kifogásolni. Igen. Nyugodtan lehet Magyarországon gazdagnak lenni. És én azt látom, hogy ha te tisztességesen vagy gazdag, akkor szeretnek az emberek. Tehát engem szoktak integetni, ugye látják a rendszámról, hogy én vagyok, és integetnek, gratulálnak. Tehát nagyon megdöbbentő, hogy a magyar ember alapvetően szereti a gazdagokat. Amikor valaki tisztességesen gazdag lesz, akkor igazából azt szereti és tiszteli. Tehát sokan féltettek, hogy Tibor, tényleg rámered írni a rendszámodat, meg tényleg mersz kabrióval menni a városba, és mi lesz, hogyha észrevesznek. Tehát megdöbbentő módon, hogy sokkal több szeretetet, tiszteletet kapok, amikor egy Ferrarival megyek az utcán, mint negatív megjegyzést. Tehát nagyon-nagyon érdekes. Tehát én mindenkinek azt javaslom, hogy merjen gazdag lenni, mert nem olyan nagy a negatív hozzáállás az emberek részéről. Nagyon érdekes. Úgy szeretem, mikor a döntésről és arról beszélsz, hogy a motiváció, ami hozzám is közel áll, hogy van pozitív és van negatív motiváció, és amikor az ember most a Ferrariról beszéltünk, és hogyha megemlítjük azt, hogy mondjuk egy negatív motivációt az ember behoz a képbe, hogy mennyire akarja, mennyire hoz döntést azzal kapcsolatosan. A magyar nyelv olyan gyönyörű, hogy eldőlt. Tehát, hogy nem tényleg akarom, és nem csak vakarom, hogy így mondjam, igen. Hogy ugye amikor mondtad azt a példát az erdőben, hogyha egy tüske megy a körmöd alá, akkor azt mondtad, hogy jó, ide fáj, de ha üldöz a medve, akkor a tüskét észre sem veszed. Vagy egy másik példád volt, ami hasonlóan betalált, amikor azt mondtad, hogyha a halántékothoz tartok egy fegyvert, hogyha ebben a hónapban nem keresel 10 milliót, akkor a következő hónap elsőjén lelőlek. Vajon meg tudnád-e csinálni? Ezek olyan jó példák, hogy ez egy negatív motiváció, mert ott nem arról van szó, hogy Ferrari, hát most kinek a Ferrari, hanem azt mondod, hogy a lét a tét, és akkor az medveüldöz, vagy éppen az életed a tét, és most a válság vonatkozásában is azt látom, ha jól értem a te szavaidból is, hogy ugye a meggazdagodás iránti vágy, a túlélés iránti vágy, a siker iránti vágy, a pénz iránti vágy, az mennyire erős benned, mennyire döntötted el? Igen. Hogy mi ennek az oka? Ez sokat kutattam, és ugye a könyvem elején is van ez a, hogy mikor a koldussal találkoztam, és én ott döbbentem rá, hogy egy koldusnak ugyanannyi agysejtje van, ugyanannyi keze, ugyanannyi lába van, és mi a különbség? Ezt mai napig nem tudom. Tehát gondolataim vannak, ötleteim vannak, de hogy ez hogy kerül bele az emberbe, ez a gondolkodásmód? És kiből lesz koldus, kiből lesz gazdag? Hiszen ha belegondolsz, nincs köztünk különbség, akár ugyanolyan iskolákba jártunk. Tehát lehet, hogy találkoztam olyan koldussal, aki kvázi ugyanabban az iskolában járt, mint én. Tehát nem tanultam többet, tehát nem az van, hogy engem milyen egyetemen képeztek ki. Nem tudom, mi az oka annak, hogy valaki mer dönteni, és lemer menni a mélyére, és ott hoz egy döntést. Ugye ez a pisztolyos példa nagyon jó. Ez 100-ból 99 ember eltakarja a szemét, hogy hát milyen gonosz gondolkodás. De hát erről szól a dolog. Tehát mikor el kell döntenünk, hogy tudunk-e havi 10 millió árbevételt hozni, vagy nem, akkor erről szól a történet. Hogy amikor tét van, akkor hozod, vagy nem hozod. És aki azt mondja, hogy nézd, akkor se tudom, akkor azt el kell fogadni. Tehát, hogy mikor van az, hogy számomra ez teljesen normális, hogy igen, akkor hó végén lőjük le egymást, ha nem hozom, vagy mikor van az, hogy elbújok valami máz mögé, ezt a mai napig nem tudom, hogy mi ennek az oka. Ez egy érdekes dolog lenne ezt igazából kideríteni, hogy ahogy a Napoleon Hill, ugye kéne egy új Napoleon Hill,
Ugye Napóleon Hill az ugye a közel 30 évig a gazdagság titkán gondolkodott. 500 interjút készített, igen, az akkor legsikeresebb. Így van, és azt gondolom a könyvében ő azért ezt jól megfogalmazta, de azért eltelt 100 év, és lehet, hogy megint kéne egy Napóleon Hill, aki ezt végigjárja, és kiszedi a lényeget, hogy tudok én így gondolkodni, és a másik hogy nem tud így gondolkodni. Mi ennek a lényege? Ez egy nagyon érdekes történet. Közel 20 évvel ezelőtt írtam le a célfüzetemben, hogy egy hasonló kutatást fogok végezni, mint Napóleon Hill. Most izzadt a tenyerem, miközben hallgattalak, mert ez egy feledésbe merült nálam, és most megint izgatott lettem milyen tőle. Jó. Egyébként egy ilyen beszélgetés számomra egy mérföldköve ennek, mert kicsit önző módon magam miatt is hívtalak el, mert szeretném látni azt, hogy vannak igenis olyan követendő példák. Ugye a média tényleg azzal van tele általában, hogy egy élsportolóról nem az eredményeit firtatják sokszor, hanem azt, hogy drogozik, és hogy hogyan csúszott le, vagy most nem is akarok ebben elveszni, hanem hogy az üdítő példát szeretném, hogyha vinnénk tovább, és bár én tényleg órákig tudnálak hallgatni és beszélgetnék most veled, ennek a mostani találkozásunk vannak időkerete, és remélem, hogy jövőben is megtisztelsz minket, hogy minél több emberhez eljuthassanak ezek a igazán magvas gondolatok. Végezetül arra szeretnélek kérni, hogy ahogy említettem, ugye három kategóriára osztottad, hogy a középső szegmensben lévők, tehát akik azt az utat választják most a válságban, bár nem tudjuk meddig tart, mert egy évvel ezelőtt ugye az volt, hogy első hullám, második, most már a harmadikat tapossuk, és vannak a mémek, amik szerint ugye a 42. lesz 2037-ben. Nagyon bízom benne, hogy ez egy rossz tréfa, de mégis nem látjuk a végét, és ha valaki úgy dönt ebben a középső szegmensben, hogy azért szeretné fenntartani a vállalkozását, akkor adsz-e egy ilyen útravalót mondjuk néhány pontban, hogy mi az, amire figyeljen, de ez azért tartom nagyon jónak zárásképpen, mert én azt hiszem, hogy minden előadás annyit ér, vagy minden beszélgetés annyit ér, amennyit a hallgatók utána megvalósítanak belőle. És itt nagyon jó volt, hogy ilyen témákat körüljártunk, de hogyha egy ilyen 1-2-3 típusúval tudnánk zárni, én azért nagyon hálás lennék, Tibor, mert az előadásodon, amit mondtam, hogy nekem ilyen nagyon kemény felismeréseket adott, ott 33-at is mondtál, hát lehet, hogy azért is beszélek most ilyen sokáig, hogy hát a közben megszületik benned, hogy mi az a három, amit ebből a nagy átfogó tudásból így útravalónak adnál. Én megköszönöm, hogyha így próbálsz ebből így szelektálni. Igen, ugye ez a legizgalmasabb, mert az első az idézőjelben könnyű, a harmadik az is könnyű. Én azt gondolom, hogy most, hogy három lesz, nem tudom, de az első az mindenképp az legyen, hogy nyereséget kell termelni. Tényleg napi szinten, heti szinten, havi szinten nyereséget kell termelni. Mindenképp a tulajdonosnak ebbe kell gondolkodnia, és az alkalmazottaknak is ebbe kell gondolkodnia. A másik, ami ugye én szintén akár egy külön adás témáját, ez a több lábon állás, tehát minden több lábon állást be kell zárni, és minden energiát a fő lábra kell fordítani. Tehát a másik lépés az, hogy padlógázzal kell nyomni a marketinget. Tehát most kell marketingelni, mert bár szűkül a piac, de szűkül a konkurencia is. És igazából most lehet a kicsiknek, vagy a közepeseknek naggyá válni. Nem véletlenül, hogy a Kulcov 2008-ban ment a tőzsdére. Direkt a válság közepén, hogy azt mutassam, hogy mi, a Kulcov 2008 volt ebben a közép kategóriában, azt mutatni mindenkinek, hogy Kulcovt tud a válságban élni, erős a válságban, és akkor volt messze a legnagyobb marketingkeretünk, akkor nyomtuk legjobban a bizniszt, és azért is mentünk tőzsdére, ez is egy jelzés volt, hogy a Kulcovot még a válság sem érinti. Tehát a második fontos dolog, hogy padlógázzal nyomni a marketinget. Nyilván észel, tehát a marketing számomra ugyanolyan, mint egy ember, ütőleibe kell, hogy dolgozzon. Tehát nem azt jelenti a marketing, hogy szórjuk a pénzt, hanem ugye talán erre is emlékszel valamik előadásban, hogy minden marketing forintnak meg kell határozni, hogy hány forint bevételt hoz. Ez általában 5-10 üzletenként változik, tehát nagyon sok pénzt kell marketingre tölteni, de a marketinget forintra el kell számoltatni. És a harmadik lépés, és akkor talán meg is van a három, a jó emberek összeszedése. Most ugye nagyon sok ember vagy csődbe ment, vagy rossz a munkahelye, vagy nem találja a helyét. Lám, amit említettél, ez az étterem tulajdonos. Tehát a harmadik lépés összeszedni
a legjobb embereket a piacról. És most el lehet csábítani mindenkit. És a legjobb embereket összegyűjteni, és a legjobb emberekkel dolgozni. Tehát bevét, nyereséget termelni, ebből a nyerességből marketingre költeni, illetve jó emberekre tölteni, és a jó marketinggel és a jó emberekkel még több nyereséget elérni. És aki ezt a hármas körforgást, ugye még több nyereség, még több marketing, még több jó ember viszi, az a válság végére megerősödve tud kijönni a válságból. Tehát én ezt a hármat mondanám. Árbevétel, marketing, jó emberek összeszedése. Nagyon szépen köszönöm, Tibor. Nektek pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet, és ajánlom figyelmetekbe Tibornak a oldalát, ahol rengeteg tudással tehettek szert, ez pedig a kulcsárakadémia.hu. Keressetek rá, és kövessétek figyelemmel. Mi pedig szeretnénk kedveskedni nektek egy ingyenes előadással, amit itt a leírásban megtaláltok a kommentben. Nagyjából 2 órás a vállalkozásról szól, fogadjátok nagy szeretettel. Ha szeretnétek további hasonló beszélgetéseket értesülni róla, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornára. Köszönöm, ha kommentben leírjátok, hogy ezen beszélgetés kapcsán melyik volt az a gondolat, ami leginkább aha élményt adott, vagy egy felismerést elgondolkodhatott benneteket. Tibor, téged pedig remélem, hogy jövőben is megtisztelsz, várunk vissza nagy szeretettel. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk ezeket a fantasztikus gondolatokat. Köszönöm, hogy itt lettem. Köszönjük szépen. Köszönöm.